Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Vizöntő tavasz 2023. Megnézzük mind a 12 házat, asztrológiai házat, mit hoz nekünk a tavasz. Egyes ház, egyes ház, én. Én vagyok hogyan érzem magam, mi jár a fejemben, milyen lesz a hangulatom, hogyan prezentálom magamat a külvilágnak, az ide tartozik. Kelyhek boldogan, boldogságosan, kelyhek érzelmek, és ez a kártya, ez maga az ünnep. Kívül belül sugárzik belőlem az ünnep, az öröm, a jókedv, a hangulat, ez nagyon jó. Kettes ház az anyagiak, a pénz, a személyes energiák, az önértékelés ide tartozik. Hatos pénz, a pénzházra kijött nekünk a pénz. Jó? Tehát jönni fog a kifizetés, a szponzorálás, a prémium a segítség, az anyagi segítség, a hitel, ha kell, tehát házhoz áll a pénz. Mondjuk a hitel az nem ehhez a házhoz tartozik, hanem a nyolcas házhoz, kimondottan a hitel, de ez a kártya mindenféleképpen azt üzeni, hogy lesz pénzünk, lesz munka, lesz kifizetés, lesz valamilyen pénz pénz, tehát pénzszerzési lehetőségek jönnek, anyagi segítség, plusz, plusz pénz is jöhet valamilyen, plusz pénz. Hármas ház. Az információ, a kommunikáció, a dokumentumok ide tartoznak például. Kilences tűzenergiát kapunk, 9-es. azt jelenti, hogy lehet, hogy ki kell lesz állni magunkért, megvédeni magunkat, az ötletünket, hiszen az információ ide tartozik, a kommunikáció ide tartozik. Tehát itt lehet, hogy lesz egy kis csata valakivel. Főleg a kommunikáció a családtagokkal, a szomszédokkal ide tartozik. Ez a házhoz a testvérek, a testvérek ide tartoznak. Lehet, hogy lesz valamilyen nehézség a testvérekkel, vagy a testvéremet meg kell védeni. Tehát ez a kártya ezt is üzenheti. A dokumentumok, ami jó, ami jó, ami pozitívum, a kilences azt üzeni nekünk, még hogyha vannak is nehézségek, akkor is sikerül nekünk elérni a célunkat, mert a 9-es, ez már maga a finis. Lehet, hogy vannak valamilyen nehézségek a dokumentumokkal, a papírmunkában, valamilyen hivatalos ügyintézésben, akkor is sikerülni fog. Jó? Tehát itt a lényeg nem szabad feladni. A négyes ház, ez a maga az otthonunk, a családunk, a környezetünk, jó, tehát ez maga az ingatlan kettes, egy kellemes, kellemes kártya, kejhek érzelmek. A kártya pakli alján viszont a nap, a napsütés, a nap be fogja ragyogni az otthonunkat. Kettő darab kellemes kártya van itt. Valamilyen kellemes dolog. Lehet, hogy valaki összeköltözik a párjával, és ez nagyon csodálatos dolog lesz. Igen, lehet. Lehet valamilyen uh, csodálatos esemény uh, várható a családban. Örömhír. Tehát valami kellemes dolog. Lehet, hogy végre eladjuk a lakást, vagy sikerül felújítani a lakást, vagy egy értékesebb dolgot vásárolni. Tehát valami, valami nagyon kellemes. Az Ötös Ház. A boldogság háza, ez nagyon kellemes ház, a gyermekek is ide tartoznak. A szórakozás, a randi, a hobbi. Ja, és lesz mit megünnepelni, az utazás, a nyaralás ide tartozik. Tehát lesz mit megünnepelni, ez kimondottan a négyes, a botok. Az ünnep, az ünnep. Az öröm ház egyszerűen, tehát itt hatalmas öröm várható. Megyünk tovább a hatos, az ötös ház. Igen. Akkor a hatos ház. Elnézést kérek, egy picit megálltam, mert a kutyuskám itt tombol mellettem, és nem akarom, hogy az állványt elmozdítsa. Már a bakoknál is elmozdította. Na, menjünk tovább. Elnézést, egy picit kitértem. Tehát. Egyes ház, kettes, hármas, négyes, ötös ház, ez a boldogság, az öröm, az ünnep, a hobbi, az örömhozó ház, és itt lesz minek örülni, kimondottan. A stabilitást húztuk ki, és az örömöt. A botok négyes volt. Megyünk tovább. A hatos ház, ez viszont a munka, ez egy kicsit nehezebb ház. Az egészség, a betegség is ide tartozik, tehát ez nehezebb ház. De a házi állatok is ide tartoznak, például. Viszont az akadályok is. Ötös. Ötös, ötös. Botok tűzenergia. Hát a négyes után megkaptuk az ötös. Ez konkurencia igen, ez küzdés. Igen. Le kell küzdeni az akadályokat? Igen. Viszont ez a kártya azt üzeni, hogy sikerülni fog. Betegséget, legyőzzük a betegséget? Igen. Igen, jó. Mm, jó, valamilyen. Lehet, hogy valaki keres egy új munkahelyet például, és arra a munkahelyre többen, többen jelentkeznek hát meg kell ezt küzdeni, mert egyébként a kártya sportszerű küzdés mutat, tehát olyan tisztességes küzdés, tisztességes konkurenciát. Megyünk tovább. Hetes ház a partnerség. Üzleti partner vagy személyes partner is ide tartozik. Na nézzük. Olyan kapcsolatok, amik igényelnek Odafigyelést, törődést például. De az ellenségek is ide tartoznak. Jaj, a törődés, az odafigyelés, és kihoztuk a békét, a harmóniát, az egyensúlyt. Ez az egyik legcsodálatosabb kártya. Ez a kártya azt üzeni nekünk, hogy a fenti erők vigyáznak ránk. Beleavatkoznak a sorsunkban, jókor jó időben leszünk jó helyen. Jöhet egy megfelelő partner. Az égiek fogják küldeni. Személyes partner, vagy, vagy üzleti partner legyen az de az égiek fogják küldeni. Meg lehet nyugodni, hátra lehet dőlni, ezt szerettem mondani, amikor kihúzom ezt a kártyát. Hát ez maga a nyugalom szigete, a béke szigete. Ha esetleg valamilyen negatívumot szeretnék mondani, ha most ez egy egyéni kirakás lenne, ha nagyon szeretnék belekötni ebbe a helyzetbe, ugye hetes ház a partnerség, ide tartozik, és ez viszont maga az egyensúly, akkor tartani kell az egyensúlyt. Ne engedjük meg magunknak a harmadik félt. Ne engedjünk a kísértésnek, a csábításnak. Igen, tehát esetleg ennyit tudnék mondani ami negatívum, jó? Tehát legyen meg az a harmónia. Megyünk tovább. A nyolcas ház, a kedvenc házam, az élet és a halál háza, a Plutó, Plutónak a háza, az idegen pénz, ami a, nem a miénk, mégis, mégis tudjuk használni, mint például a, a banknak a pénze, vagy a férjünknek a pénze, a feleségünknek a pénze, a partnerünknek a pénze. Nos, mi van itt? Kettes kardok, a ti energiátok kard. Még nem kaptunk kardokat, már hiányoltam őket. Kettes, a kettes az választás. A kard az a logika, az az információ. Tehát, ha jön a nagy pénz, vagy pénzzel kapcsolatos dolog, például pénz, most beszéljünk pénzről. Tehát több mindenről szól a nyolcas ház, tehát én csak így a legfontosabb elemeket emelem ki, mert ugye ez nem oktató videó. Tehát, ha pénzről van szó, kapcsoljuk be a logikát, az eszünket, jó? Az információt, ha kell segítség, legyen a szakmai segítség, szakmai tanács, jó. Tehát ez a ti energiátok. Itt nagyon tudtok okosak lenni. Nagyon. Nagyon. Egyébként az örökség is ide tartozik. Tehát jöhet a pénz, a pénz, jó, tehát észszerű megoldások, nyitva legyen a szemünk látjuk a kártyán, hogy a hölgynek a szeme be van kötve, tehát le kell venni azt a kötést, és világosan rálátni a helyzetre, a dolgokra, a lehetőségekre, hiszen ez a lehetőség is választás. Jobbra vagy balra megyek. Fehér legyen, vagy fekete. Na, melyik a jobb? Jó, nem kapkodjuk el, nem kapkodjuk el. Tehát ez a tanács ilyenkor. Megyünk tovább. A kilences ház. A külföld ide tartozik. A horizontok kiszélesedésének a háza, a kilátások, a tanulás, idegenekkel való kommunikáció, a spirituális kommunikáció, a szellemi növekedés például. És így ezt egy stabilitást kaptunk, egy stabilitást kaptunk egyébként. Négyes. Négyes. Ez egy pozitív kártya, és ha így nézem, a négyes alatt, ahol a boldogság háza van, boldogságot kaptunk, nagyon jó kártyát kaptunk, botok négyes, maga az ünnep, és alatta is egy nagyon jó anyagi kártyát kaptunk, a stabilitás. Jó? Tehát jöhet egy nagyon jó ajánlat külföldről. Igen. Mehetünk tanulni, okosan befektetjük a pénzünket a tanulásba. Igen. Utazás pénzköltéssel jár. Lehet, hogy valaki kifizeti az utunkat. Ilyen is lehet. Jó, pozitív kártya, pozitív energiát érzek. A tízes ház. Uh -huh. A fontos házak. Az egyes, a hetes, a négyes, a tízes. Ezek a sarkok, úgy szokták mondani, a sarok, a sarokház. A tízes a karrier, a státusz, a célok. A legnagyobb cél ide tartozik. Na menjünk tovább, mi ez itt? Uh -huh. Nagyárkánom, az igazság. Az igazságszolgáltatás. Ha kiérdemeltük azt a sikert, akkor meg fogjuk kapni. Ha kiérdemeltük azt a legmagasabb célt, akkor el fogjuk érni. Tehát az igazság a mi oldalunkon van. Egyébként ehhez a kártyához hozzátartoznak a jogi ügyek, a bírósági ügyek, hanetán valakinek erről van szó. Például, például van egy bírósági ügy, mondjuk a bírósági ügyekhez nem értek, nem volt még ilyen helyzetem, de valami lehet, hogy bírósággal kapcsolatos, valami vagy valaki akadályozta a sikeremet, a célokat, a karrier növekedést, és ebből lett a bírósági ügy. Tehát itt, itt megszülethet a döntés. Jó? Tehát itt meg fog születni az igazság. Na, menjünk tovább. 11-es ház. Az internet. Minden, ami internet, az ide tartozik. Ha szórakozás, ha pénzkeresés, ha párkapcsolat, a csoportos tevékenység is ide tartozik. Tehát valamilyen megvalósítás a közösségi médián keresztül is. Egyébként ez a ház maga az őr-angyalunknak a háza. Egyébként ez a ház maga a kívánság háza. Valóra vál valami? valami beteljesül? Egy kívánságunk, egy vágyunk? Tehát valamilyen szerencse ér minket? Hát igen. Kiesett az egyik Jolly Jokerünk? Igen, az ász. Milyen ász, botok. Varázspálcának szerettem hívni ezt a, ezt a botot, botok, botok ászát, Mert Adódik a lehetőség. Az ász az mindig lehetőség. Az ász nem csupán lehetőség, nagy lehetőség. Egyszerűen a kezünkbe kell venni ezt a lehetőséget. Nem szabad elszalasztani. És élni kell vele. Lehet, hogy valaki mm, tényleg az interneten fog valamit tevékenykedni, és pénzt fog keresni. Végre beindul az az üzlet, az internetes üzlet. Ilyen is lehet. Valamilyen kezdés. Lehet, hogy valaki megtalálja azt a bizonyos csoportot, ahol ugyanúgy gondolkodnak, mint ő, ahol megtalálja a megértést, a békét. Hmm, valami ilyesmi. Tehát ez, ez nagy lehetőség. Itt a lényeg az akarat. Akarni kell. Mert a botok, a botok ásza nagyon szereti az energiát. Tehát ez a kártya, ez ad nekünk energiát, de nekünk is akarni kell. Tehát a lehetőség ott van, hogy élünk vagy nem élünk vele. Nagyon sok ember nagyon sokszor el tudja szalasztani ezeket a lehetőségeket. Azért, mert bátortalan, azért, mert. Csak a fejében van az a bizonyos korlát, hogy át, nekem úgysem sikerül. Vagy már kétszer megpróbáltam, akkor harmadszor már nem fogok belevágni, mert ugyanaz lesz a végeredmény. Vagy most nem azért, mert iskolába kell vinni a gyereket. Tehát néha ilyen kifogásokat keresünk, és emiatt el tudjuk szalasztani a nagy lehetőségeket. Jó, tehát ez egy széles ház, a 11-es ház, és a védő angyalunk is vigyáz itt ránk, vigyáz ránk, és azt mondja, hogy fogd meg ezt a lehetőséget, és valóra fog válni a, az álmod. A legtitkosabb vágyad is valóra válhat, csak éj vele. Megyünk tovább, 12-es ház, misztikus ház misztikus ház, a titkok ide tartoznak, a félelmek is, a múlt is, a befejezés is ide tartozik. Nagyon érdekes ház, sokan nem szeretik, vagy inkább félnek, félnek tőle, mint a nyolcas háztól. Én nagyon szerettem nekem a nyolcas és a tizenkettes ház a kedvenceim. A tizenkettes ház maga a korlátozás is, itt lehet beszélni jó korlátozásról, vagy a rossz korlátozásról, a távoli földek is ide tartoznak. Korlátozás például a, 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 a börtön is ide tartozik, de a kórház is ide tartozik. Viszont a sziget ide tartozik, ahol nyaralunk. Viszont például a az óceánjáró is ide tartozik, és a távoli földek is, ugye ez kettő az egyben. A külföld is, tehát van köze, a külföldnek is ebben a házban. Nem csak a 9-es ház maga a nagy külföld, de a 12. ház például az emigráció, az emigrálás. Nos, húzunk egy kártyát és utána lát és pont ezt akartam mondani, csak azon kaptam magam, hogy már 20 perce beszélek, már túl hosszú a videó, és 15 percet terveztem a videókra. Na most, ehhez a 12-es házhoz hozzátartozik olyan is, hogy például jön a váratlan szerencse. Nem kell érte megdolgozni, nem teszünk semmit, és nyerünk. Például a lotton. esetleg bemegyünk a és veszünk egy szelvényt, vagy még azt is helyettünk megveszik. Így van, ilyen. Vagy jön a váratlan örökség. Tehát ilyen dolgok, ami, am, amikor tényleg nem teszünk semmit, és egyszerűen ölünkbe pottyan, az ölünkbe pottyan a nagy szerencse. Na most, kihúztam a kezdést. Ez a kártya. Üzen bizony egy olyat, hogy egy álmunk, egy kívánságunk valóra fog válni. Igen, igen. Például. Igen. Ez viszont azt üzeni valakinek még, tehát itt érzelmek, érzelmek dominálnak, hogy végre meg fog szabadulni attól a félelemtől vagy gyötrelemtől és valamit új lappal kezd. Igen, ilyen is lehet. Még egy plusz tanácsot kérünk szépen. A kutyuskám most elaludt, és most tudnék beszélni még nagyon-nagyon sokat. Hát, tessék. Levegő energia a ti energiátok. És milyen energiát kapunk? Ász. Kardok ásza. Hát ez hatalmas erő a kezünkben. Drága vizöntők, erő, igen. Ész, információ, tudás, ez mind-mind hatalmas erő. Na most ezzel a karddal, ezzel az erővel le lehet győzni az akadályokat, az ellenséget. Így van. Ez az ész, a józan ész. A tudás, a kommunikáció, meg lehet egyezni, kompromisszumot lehet kötni, le lehet zárni a vitákat, a veszekedéseket. Ez egy erős kártya. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!